A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Újra itt vagyunk városismereti műsorunkkal, a városrészek titkaival. A műsor állandó szakértője Váci Márk történész, városkutató, aki most is itt van velünk. Köszöntelek szeretettel. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Folytatjuk a fotótörténetet. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokáig tudunk vele foglalkozni, de hát 1860-tól indultunk, tehát az idő is hatalmas nagy, amit átfoghatunk, és rengeteg fotós, rengeteg fényképész, akik dolgoztak itt a városban annak idején, amikor még nem a mobiltelefonnal fényképeztünk. Hát annak köszönhetjük ezt a bőséget, mert azért igyekszünk ugye nem túl beszélni a témát természetesen, és remélhetőleg a nézők még nem unják, mert azért még egy jó pár adás fog erről szólni, hogy rengeteg fényképész volt itt a városban 1860-tól kezdve, akárha 1952-ig a szövetkezet alapításáig nézem, akár a 80-as évekig, vagy mondhatom azt, hogy 2016-ig a fényszöv megszűnéséig. Rengeteg sok emberről beszélhetünk, és nem csak olyanokról, akik műteremmel rendelkeztek Fehérváron, hanem bizony olyanokról is, akik különböző fényképeken, fotósorozatokon keresztül megörökítették a számunkra a múltat, az akkori jelent tulajdonképpen. Tehát itt bizony beleértendő az 1956-os eseményeknek a dokumentálása, amihez kapcsolódóan két nagyon jó fotósorozatunk van, két olyan fotóstól, akiknek ugye nem ez volt a szakmájuk, és nem is volt műtermük ebből kifolyólag, de dokumentumértékűek ezek a fényképek. Aztán a palotaváros bontása a 70-es években szintén ide tartozik egy remek, már színes fotósorozattal, illetve korábbról még fekete-fehér képek a palotaváros akkori állapotairól, még a bontás előtti időszakról, és hát sorolhatnám még a számos eseményt, és mindenféle egyebet, amit ezek a fényképészek és ezek a fényképek megörökítettek. Tehát azért még elég sokáig fogunk időzni ezzel a témával. Így vagy úgy, végül is az 1860-tól, ha számoljuk, 150 év történelmét ezek a fotók megmutatják a városról, a város lakóiról, és hát az eseményekről is, hiszen nagyon sok történelmileg jelentős személyiség fotójával is találkozhattunk már a műsorban. Igen, hát ugye a legutóbbi nagy eseménysorozat, amit én várostörténészként számon tartok, az a 2013-as Szent István emlékév. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk addig terjed az az időszak, 1860-tól kezdve, amit fényképeken meg tudunk mutatni, amit érdemes Fehérvárból megmutatni. Nyilván közben azért életképek, hangulatfotók, egyebek azóta is készültek, meg ebben az időszakban is, de talán ez volt az utolsó jelentős eseménysorozat. És hát mivel az Aranybulla emlékév ugye a pandémia és egyebek miatt sajnos nem úgy zajlott le, hogy eredetileg tervezte a város vezetése, és egyáltalán hogy a kulturális intézmények, ezért erről már nem annyira tudunk beszélni. És talán a következő ilyen nagy esemény az majd 2038 lesz, ahol szintén azért biztos vagyok benne, hogy rengeteg rendezvény és esemény lesz. Na de hát az ezt megelőző időszaknak a feldolgozásánál tartunk még jelen pillanatban. És igazából ugye múltkor már beszéltünk olyan fényképészekről, illetve Tóth Károly kapcsán is már szóba kerültek olyan figurák, akik az 1945-ös, illetve 48-as rendszerváltás után is fényképészként működtek itt Székesfehérváron, és ma is egy olyan családról lesz szó, a Hege családról nevezetesen, akik a 20. század elején kezdték el ezt a fényképész szakmát, és az 52-es szövetkezet alapításnak is jeles alakjai voltak a Hegéjék,
és hát folytatták ezt a tevékenységet még meglehetősen sokáig. Ugye Heger Óbert volt az utolsó jelentős fotós ebből a családból. Róla most csak néhány mondatban lesz szó a mai adásban, és hát természetesen majd őt is be fogjuk mutatni ebben a sorozatban, de hát ő időben azért egy kicsit később van, mint az édesapja, illetve a nagybátyja. Valójában eddig is előfordult, és most is nagyon szépen köszönjük azoknak a nézőknek, akik segítettek bennünket fotókkal, akik megkerestek bennünket, ha más nem, információval egy-egy képről, ez hála és köszönet. Nagyon régi a század elő, bocsánat, az előző század elejéről származó fotókról beszélünk. Ahogy most közeledünk például a Hege nevet, ha kimondjuk, azért nagyon sokan felkapották a fejüket, hogy ja, ő engem is fényképezett. Tehát ahogy közeledünk, biztos vagyok benne, hogy még többen fognak bennünket megkeresni, és tegyék is meg bátran, mert hogy azért korban is közeledünk. Én például rendszeresen vittem órát egy Hege nevű órásmesterhez, úgyhogy most már azért bekerülünk abba az időszakba, amire magunk is emlékezhetünk, annak ellenére, hogy azért még mindig az 1900-as évek elejével kezdjük a Hege család bemutatását is. Hege Károly révén az 1945 előtti fotótörténet kerül megint csak terítékre, és aztán majd Hege László révén természetesen rálátunk a 45 utáni időszakra is igazából. De hát akkor kezdjük az alapítóval, Hege Károllyal, aki 1903-ban született itt Székesfehérváron, és egy jeles fényképésznek, Pete Gyulának a műtermében volt ő tanuló, illetve aztán ott szabadult fel, 1922. szeptember 10-én lett ő önálló iparos. Hát a fényképészek ekkor még ugye iparosok voltak igazából, és aztán külföldön folytatott tanulmányokat, Berlinben, Bécsben, majd Magyarországra hazatérve Budapesten is dolgozott egy ideig, és végül ugye visszatért Fehérvárra, és 1929-ben a Bank utca 6-os szám alatt nyitotta meg a műtermét. Ez a későbbi Szent Korona utca, ma pedig Táncsics utcaként ismerjük egyébként. És hát nem messze egyébként ettől az épülettől, egészen a közelmúltig működött egy fényképész és fotókeretező szaküzlet. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy Tóth Károly meg a szomszédban építette fel, illetve rendezte be az új műtermét ugye 1945 után. Tehát azért elég sűrű volt ez a környék ebből a szempontból. És ha még hozzáteszem, hogy ugye 2016-ig a fényszövő is a Kossuth utcában működött, nem messze innen, akkor abszolút látjuk, hogy a fényképezés is egy kicsit belvárosz-centrikus. Ugye korábbi időszakokban beszéltünk Liget sorról, tehát a mai Zicsi Liget környéke, a Kempelen tér, ugye, ahol a Fehérvár áruház felépül, az Országzászló tér, bár ha úgy veszem, az még a belváros szerves része, és a Vízivárosban is működött néhány kisebb műterem, de inkább a belvárosra koncentrálódott, vagy annak a közvetlen közelére. Úgyhogy a Hege család is innen indította el a fényképészetét. 1930-ban rendeztek egy kirakatversenyt, tehát a következő évben, amikor is Hege Károly negyedik díjat, illetve elismerő oklevelet nyert ezen a megmérettetésen. Vajon mit tudott a kirakatba tenni egy fényképészet? Hát más nem a fotóit. Mit tehetett? Ugye igazából portrékat. Ő ugyanis többnyire portrékat készített, majd fogjuk látni azért ugye a fényképek ismertetésénél, hogy természetesen kültéri felvételi is voltak, de hát a műtermi fotókról volt ő híres, mint ahogy egyébként a fia Hege Róbert is a műtermi felvételekről, főleg az esküvői meg a családi fotókról lett ugye híres. Tehát nem tudom már igazából megszámolni, akár két kezemen sem, hogy hány embertől hallottam azt, hogy minket még a Robi bácsi fotózott. A mi esküvői képünket a Robi bácsi készítette, és majd fogunk ezekből is mutatni természetesen, hogyha eljutunk Hege Róbertig, de most az előző generációról beszélünk még. Hege Károlynak a munkássága az egyébként nem volt olyan nagyon hosszú, ugyanis 1939-ben ő egy tragikus közlekedési balesetben elhunyt, úgyhogy az iparát az özvegye vette át, és innentől kezdve saját jogon működtette, illetve a fia, a már említett Hege Róbert, 13 éves volt ekkor, Kaposvárra küldték fényképészinasnak, és aztán onnan tért vissza Székesfehérvárra, és működött tovább. Én azt gondolom, hogy most érdemes megnéznünk Hege Károlynak a munkásságát.
fotókon keresztül, megmutatni olyan felvételeket, amiken például az ő neve szerepel még, de már nem ő készítette, ugye Pete Gyula esetében is láttunk ilyet, illetve Virág Sándor esetében is ugye volt még 2 év, amikor a műterem működött, de a tulajdonos már nem élt, tehát az özvegy működtette tovább az ő nevén, és akkor utána pedig Hege Lászlónak a munkásságával is megismerkedünk, ami már egyébként átvezet minket az 1945 utáni időszakba is. Akkor kezdjük is, kollégáink segítségével meg tudjuk mutatni a képeket. Az első kép 1928-ba visz bennünket vissza, lássuk. Ugye 29-től datálódik Hege Károlynak az önálló székesfehérvári tevékenysége. Ez egy kicsit korábbi kép. Tehát ezt már Fehérváron készítette, de még elvileg saját műteremmel nem rendelkezett. Tehát talán ez a Peteféle műteremben készülhetett egyébként, már ugye Pete Ilona idejében, hiszen 1918-tól ugye ő működtette ezt a műtermet. Szigl Máriát láthatjuk a képen. Ő a fotóadományozójának, Zákányi Péternek az anyai felmenője. Hogy így nagyon röviden elmondjam, hogy miről is van szó. És hát ennek a képnek a hátlapját is elhoztam illusztrációként megmutatni, hogy hogyan is nézett ki ekkor. Ugye Hege Károlynak a bélyegzőjét láthatjuk, és itt már a Bank utcai műterem szerepel, és ugye ez 1928-as évszám, az ugye a feliratból származik. És én itt azért egy kicsit elbizonytalanodtam, hiszen a fotótörténetőt ugye 29-től jegyzi a Bank utcában, és 28-as évszámot írtak rá ugye a képnek a hátuljára. Tehát vagy korábban kezdte ugye ezt a fehérvári önálló tevékenységet már a Bank utcai műteremben, vagy pedig egy kicsit az emlékezet elhomályosodott, és lehet, hogy korábbra datálták a fényképet, mint ahogy valójában készült. Nem tudni, Horváth Júlia még 1929-re adatolta, azóta ugye eltelt 25 év. Jó lenne valamilyen úton, módon nyilván a nyomára bukkanni, akár egy engedély kapcsán, hogy mikor is kezdődött tulajdonképpen a Hegeféle műteremnek a története. A képekkel tudunk tovább menni, ugrunk is pár évet, hiszen a következő kép 1935-ből való, és fiatal nőt ábrázol. Igen, hát fogunk még korábbra is visszamenni, ugye megint úgy szerkesztettem össze a képeket, hogy egyéni portrék után következnek a páros, aztán a csoportképek, és akkor ugye a végén eseményfotókat fogunk majd látni. Mindenesetre ez a kép most minőségileg is az előzőhöz képest lényegesen jobb. Abszolút más. Ugye az előző fotó, amit láttunk, az kicsit olyan, mint azok a kartonált képek, amiket még annak idején mutattunk. Nekem azóta volt szerencsém olyanba is belefutni, aminek már a kép része egyébként alig látszik, annyira elkopott. De például az a 28-as felvétel, aminek ugye ráadásul a hátlapja már egy képes lap, az azért viszonylag jó minőségben megmaradt. Itt viszont más a megvilágítás, mások a fények, és nagyon sok mindenben különbözik. Ugye ott egy parasztpolgár asszonyt láthattunk, itt pedig már egy modern fiatal lányról van szó, ugye a hajviseletén is látszik, egyáltalán a ruházatán, teljesen más a megvilágítása is a képnek, tehát ez már a 30-as éveknek a hangulatát tükrözi abszolút. És hölgyre elmondhatnám, hogy a 35-höz képest is sokkal modernebb. Én, hogyha nem tudnám az évszámot, biztos, hogy későbbre tettem volna ezt a fizurát. Igen, ez egy 35 körülre datált fénykép, tehát ez lehet egy kicsit később is nyilván, de lehet korábbi is. Tehát ezt ilyenkor nehéz megmondani, hogyha az adományozó nem tünteti fel mondjuk a képnek részleteket a hátulján. Ezt valamiért ugye a kollégák 35 környékére datálták, hát ugye 30-as évek közepe tulajdonképpen ezzel a legkönnyebb operálni, hiszen lehet az évtized első fele és a második fele is, itt inkább a hajviselet és a ruhadivat az, ami meghatározza, hogy nagyjából mikor készülhet. Tehát valójában az előző képen látható hölgyet nem tudtuk beazonosítani, nincs meg az információ, de akit most fogunk látni, az ő neve is szerepel. Bajcsi Erzsébetről 1936-ban készült Hege Károly műtermében az a portré, amit most láthatunk. Hát ugye látjuk, hogy azért egy díszes öltözetben van. Elegáns, nagyon elegáns. Sőt, valószínűleg egy báli ruháról van szó egyébként, ugye a hosszú, gyakorlatilag könyökig érő kesztyűvel,
és ugye egyáltalán ezzel a szabással és azzal a hosszú ruhával, ami éppen csak, hogy a cipőt engedi, ugye hát láttatni. Illetve az ujján az áttetsző. Illetve az ujja áttetsző, tehát ez biztos, hogy egy alkalmi viselet, és fogjuk majd látni mindjárt Hege Károlynál, hogy ő bizony előszeretettel készített egyébként báli portrékat és báli csoportképeket is. Hege László egyébként nem különben. Tehát ez megint csak az a korszak, főleg a 30-as évek, amikor a bálok divatját éli ugye a város, és hát az első bálozókat is ugye természetesen szeretik fotózni, és az első bálozó hölgyek, lányok pedig ugye küldik szét ezeket a fényképeket. Keresztanyának, nagynéninek, nyilván fiatal embereknek nem, tehát azért ez nem az a korszak, amikor képeket küldözgetnek egymásnak. A fiatal emberek küldenek magukról portrét, ez jellemző, ugye mondjuk egy vizitkártya vagy egy névjegy mellé, hogy hát kiről is van szó tulajdonképpen, de hát ugye a fiatal emberek mennek látogatóba a hölgyekhez, és nem fordítva az illem természetesen ez diktálja, ahogy ma is ez diktálná egyébként az illem, illetve azt is, hogy ugye azért illik megváratni a fiatal embert, és a fiatal embernek meg illik egy kicsit korábban érkezni. Tehát ezek itt a régi szép szabályok, mennyire értékesek? Nagyon sok minden előkerül. Tudunk-e valamit Bajcsi Erzsébetről? Én nem tudok róla. Én a képnek a hátulját tudom még igazából megmutatni. És ha itt most minden kép kapcsán följegyeztem volna magamnak, hogy ki az adományozó, akkor nyilván tőle meg lehetne kérdezni, de hát ezt megfelelő helyen megtalálható. Itt is elég sok információ van ezen a hátoldalon. Itt elég sok minden előkerül. Igen, ugye egyrészt Hege Károlynak a bélyegzőjét látjuk, de hát nyilván nem ezért hoztam el ezt a hátlapot, hiszen már az előző fényképen is látható volt. Ez egy megírt képeslap, amin ugye szerepel egy dátum is, tehát ebből is valószínűsíthető, hogy ugye ez egy báli szezonban készült a dátum alapján, illetve hát megcímezte és írt rá egy nagyon rövid kis szöveget is, tehát azért ezt látjuk, hogy ez egy olyan képeslap igazából, ami aztán el is jutott a címzethez. És nyilván ott van a dátum is, tehát innen a beazonosítás. Mindig azon csodálkozom, hogy milyen gyönyörűen írtak, és hogy volt idő ilyen cirádás betűket leírogatni. Manapság azért ez már nem annyira működik, mert igyekszünk, ha írunk, akkor nagyon gyorsan. De menjünk is tovább, hiszen megérkezünk a párokhoz a következő képnek köszönhetően. 1925 körülre datálódik ez a kép. Ez a 25 körül, ez meg nyilván azt mondatja az emberrel, hogy inkább a 20-as évek vége, ugye Hege Károlynak a munkásságát, ha nézzük, és ez egy táncos párt ábrázol, tehát megint csak egy bál előtti, vagy közbeni felvétel, nem tudni pontosan. Tehát tényleg ez már a báloknak az időszaka, és az elegáns báloknak az időszaka már a 20-as évek. Láthatjuk, hogy úgy öltöztek a bálokban annak idején. A 20-as évek második fele, a 30-as évek, igazából a 40-es évek elejéig ezt elmondhatjuk, ugye a második világháborús hadba lépésig, sőt, hát még a 40-es évek elején is azért rendeztek bálokat Székesfehérváron. Nekem egy kicsit erőltetett ez a történet, mintha beállított lenne. Először is miért van a kalap az úr kezében tánc közben? Igen, nyilván ez egy beállított fotó. Ha mozgásban lennének, akkor igen, ugye nem látszanának ennyire szépen. Hát és nem tudom, talán még sétabot is van nála, vagy kalap hát, az mindenképpen? Igen, valami sétapálca jellegű, ami ugye hozzátartozik az úri embernek a viseletéhez. Tehát próbáltak jeleneteket imitálni. Igen, hát hogy ez mennyire lehetett kényelmes, főleg a fiatal hölgynek, az igen, egy másik kérdés, mert igen, itt azért arról van szó, hogy legalább egy fél percre mozdulatlannak kell lenni, hogy igen, a fotó sikerüljön. Hát igen, azért évente egyszer-kétszer, vagy pár évente egyszer-kétszer talán elviselte mindenki, hogyha készült róla egy ilyen beállított fotó. Hát akkor ők voltak a táncos pár. A következő sorban, vagy a képen ismét beazonosítható hölgyről van szó. Kettő hölgyet láthatunk a képen. A fiatal lány, aki áll a hölgy mellett, ő Vaskó Mária. 1928-ban készült egyébként a felvétel, ezt az adományozótól, Bognár Annától, kedves nézőnktől, akitől már mutattunk ugye Tóth Károly féle felvételt, tudjuk. Vaskó Mária az ő édesanyja volt, és a bérmálása alkalmából készült ez a műtermi felvétel Hege Károlynál. Ugye itt megint csak elbizonytalanodik az ember, hogy akkor valószínűleg nem 29-től
volt ugye Hegének önálló műterme Fehérváron, hanem már egy kicsit korábbról. És a Bérma keresztanyja az, aki mellette ül. És ennek a képnek is a hátoldalát meg tudjuk mutatni. Ennek igazából annyi az érdekessége, hogy egyrészt ugye szerepel rajta megint csak. Egyébként gyönyörű betűtípussal ez a Hege Károly féle bélyegző, és ugye láthatjuk alatta, hogy bérmálkozás 1928. De tudom képzelni, hogy bérelt ezekre a fotókra valakitől valahol műtermet. Az se kizárt. Én most nem is szívesen találgatnék tovább. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes helyi sajtóban, városi levéltárban bárhol utána nézni, és hogyha az ember már tud biztosat mondani, akkor azt mondani, hogy hát lehet, hogy ez egy bérelt helyiség volt. De én egyébként el tudom képzelni, hogyha 29 előtt nem is volt neki önálló műterme, hogy mondjuk a Petéhez visszajárt például. Igen, és aztán később, amikor már önálló műterme volt, akkor kezdte el az ottani ügyfélkörét kiépíteni. Ebből a szempontból sokkal egyértelműbb a következő kép, hiszen az már 1930-hoz köthető. Így van, méghozzá Német István és Szemeti Julianna esküvői képéről van szó, és ez ugyanaz a német család egyébként, ahonnan Német Jutkáról és Ottóról láttunk ugye két felvételt is, és ez az a család, őket már említettem, ahonnan egyébként családi felvételek is előkerültek, illetve bekerültek a múzeumnak a gyűjteményébe, az emlékmentés honlapon is megtekinthetők, amik viszont amatőr fotóknak minősülnek, hiszen nem profi fényképész készítette őket, hanem a családon belül valaki, úgyhogy németékről még sok fényképet fogunk látni ebben a műsorban. Menjünk tovább, hiszen egy másik hölgy és férje látható már egy képen. Vihart lány. Igen, az 1930-as években készült ez a szintén esküvői kép. Igazából ennél többet nem sikerült róla megtudni. Ez a képnek a, hát mondjuk azt, hogy a munka címe, hogy Vihart lány és férje. Ez a Vihart család, ez egy iparos család volt egyébként Székesfehérváron. Több mindennel foglalkoztak, és ebből a családból származott ez a fiatal hölgy, akinek a férjéről egyébként semmilyen információ nincsen a képen. Nyilván ugye minden kép mögött meghúzódik egy történet, és érdemes is némelyiknek utána menni. És megint csak azt mondom, hogy az adományozót érdemes ugye ilyenkor felkeresni, de mivel ugye itt elsősorban fényképészeknek a munkásságát mutatjuk be, és a fotók illusztrációhoz szolgálnak elsősorban, ezért nyilván nem mindegyiknek a történetét kutattam fel én sem, illetve azoknak a fényképeknek, meg személyeknek a történetéről tudunk igazán mesélni, amelyeket ugye az adás révén kaptunk igazából. Minden esetre a hátlapot meg tudjuk mutatni ennek a képnek. Igen, az és nem azért erőltetem ezeket a hátlapokat rendszeresen, hogy megnézzük, hogy van-e hátulja a képnek, hanem itt láthatjuk, hogy ez már egy képeslap formátum. Ugye az úgynevezett rövid címzéssel, ahova már azért lehet akár szép, nagy, akár nagyon apró betűkkel teleírni ezeket a sorokat, és itt ugye ez egy központi kiadású képeslap, kép tulajdonképpen, és ugye Hege Károlynak a nevét és az ő elérhetőséget pedig ugye nyomtatva látjuk ezen a képeslapon. Tehát ez egy több példányban készült és terjesztett képeslap igazából, amiről szó van. Ugye Tóth Károly kapcsán is láttunk egyébként hasonlót. Folytassuk a képletes fotóalbumunkban a lapozgatást, egy csoportképet fogunk tudni megmutatni a következőkben. 1925 körül készülhetett valamikor, és talán nem járunk messze az igazságtól. Két verzió lehetséges, vagy egy műkedvelő előadásról van szó, amit ugye valamelyik helyi iparos kör, vagy valamilyen színjátszó egyesület mutatott be. Ezt én a népviselet miatt gondolom. Vagy pedig, ez pedig megint csak a másik, hogy mondjuk egy felsővárosi bál kapcsán készülhetett, vagy az alsóvárosban volt esetleg valamilyen esemény, hiszen itt azért a paraszti viselet mellett ugye megjelennek más személyek is, tehát még az is előfordulhat, hogy ez mondjuk egy alsóvárosi vagy egy felsővárosi esemény kapcsán készült. Én a műkedvelő előadást sem zárnám ki, szüreti mulatságról is szó lehet, farsangi bál is lehet, tehát azért van több verzió.
nyilván érdemes ennek is azért utána menni. Tehát az ember, hogyha... De tényleg, mintha munkájuk alapján lettek volna összeválogatva az emberek a képre. Hát a csendőr, a katona, a köténybe gondolom, vagy egy fodrász, vagy egy valami. Igen. Érdekes. Tehát én most ezt a képet megmutattam, beszéltünk róla, viszont hogyha ezt mondjuk szakirodalomba, vagy bármilyen ismertetőbe kéne betenni, akkor én ezt nagyon óvatosan kezelném, mert nem tudnék hozzá kép aláírást tenni például. Tehát én most elmondhatom itt három mondatban, hogy körülbelül miről lehet szó, de ennyiben nem lehet egy kép alá. Igen, hát ha fotós munkáját nézzük, akkor nagyon szépen beállított képről igen, van szó. Igen, úgyhogy valami ilyesmit lehetne aláírni, hogy Hege Károly csoportképe 1925 körül, de én meg azt gondolom, hogy ez túl sokat nem mondaná el annak, aki éppen nézi. Úgyhogy ezt csak akkor lehet illusztrációként használni, ha már pontosabban tudjuk, hogy miről is van szó. És lásd csodát, az adás kezdése előtt tablóképekről és tablókról beszélgettünk. Nos, a sorban következik egy tablókép. A Ciszterci Rend Szent István gimnáziumának az 1931-ben készült tablóképe, amiből a nézők nyilván túl sok mindent nem látnak. Igen, apró kicsi kockák. Ezek apró kis kockák, ugye középen a paptanárok, igazgató, és egyáltalán ugye a növendékek, akik ebben az évben érettségiztek, tehát ekkor voltak ugye 18 évesek, 1913-14-ben született fiatal emberekről van tehát szó, akik ekkoriban a Ciszterci gimnáziumnak a növendékei voltak, és hát ugye névaláírások is szerepelnek természetesen a fotók alatt. Én már találkoztam egyébként olyan tablóval az 50-es évekből, igaz, hogy nem Székesfehérvárról, hanem Budapestről. Nemrégen láttam egy közösségi oldalon a budapesti Eötvös József gimnázium, 58-59, ha jól emlékszem, ahol jelesül Antal József volt éppen az osztályfőnök. Őt fel lehet ismerni a fotón, egyetlen egy névaláírás nem szerepel a tablón, csak annyi, hogy a munka vörös zászló érdemrendjével kitüntetett budapesti Eötvös József gimnázium. Na hát ebből próbáljon bárki Budapest helytörténetet csinálni. Ebből azért egy kicsit könnyebb, és nyilván, ha ránagyítanánk a tablóra, akkor későbbi jeles személyeket is meg tudnánk mutatni rajta, nem csak az iskola vezetése és a tanárai között, de hát ugye a hallgatók, diákok között is. Ezt most mi nem tesszük meg. Beszéltünk arról, hogy majd tablók kapcsán azért fogunk valami hasonló adást mutatni, ahol természetesen nem csak a két világháború közötti időszak tablói kerülnek majd erre, hanem korábbiak, illetve jóval későbbiek is már digitalizált formában. A következőképpen maradunk a ciszterciaknél. Ezúttal a Diákszövetséggel kapcsolatos fotót fogunk látni, azaz már láthatják is nézőink. Én nagyon sokszor beszélek ugye a 30-as évekről, meg főleg 1938-ról, de hát nem véletlen. Tehát ha Fehérvárnak a 20. századi történetéről beszélünk, akkor megkerülhetetlen 1938. Ráadásul egy olyan korban élünk, ahol már sokat lehet róla beszélni. Tehát ugye ez már nem az 1948 utáni időszak, amikor mondjuk a 80-as évekig nem nagyon lehetett ugye ezeket taglalni. 88-ban az is egy bátor lépésnek számított, hogy Szent István emlékév volt Fehérváron. Visszakerült az ismeretlen katona a helyére, a Szent Jobb Fehérváron járt, meg hadd ne soroljam tovább, majd fogunk 88-ról beszélni még sokat. De 38-ban itt azért nagyon fontos események történtek, és ugye Szent István kapcsán a Ciszterci Diák Szövetség, ami egy országos szövetség volt tulajdonképpen, egy országos mozgalom, egy Kárpát-medencei kiterjedésű országos találkozót szervezett ebben az évben, és ugye ennek látjuk az egyik fényképét, ez egy ünnepélyes zászlószentelés, zászlófelvonás, egyáltalán egy ünnepélyes szemle, és itt ugye az összegyűlt sokaságnak csak egy részét láthatjuk ezen a Hege Károly féle fényképen. Egyébként a Ciszterci Rendház és Gimnázium udvarán készült, ugye ez ma a Szent István Király Múzeumnak a díszudvara egyébként. Hogyha valaki így próbálná beazonosítani, hogy miről is van szó egészen pontosan, és ennek a hátoldalát is meg tudjuk mutatni. Ugye ez csak azért érdekes, néha a múzeumi munkát is ugye szóba hozzuk, hogy bizony itt a leltári számok, különböző leltári számok szerepelnek ennek a képnek a hátoldalán. Múzeumi bélyegző, ugye a bekerülése idejéből, illetve feltüntetésre került, hogy milyen esemény kapcsán készült a fotó.
illetve mivel ez szerepelt ugye már Székesfehérvárral kapcsolatos helytörténeti irodalomban, itt természetesen a megjelölés is helyet kapott rajta, hogy melyik kötetben hányas számú kép is ez tulajdonképpen. Így lehet ugye visszakövetni nagyon jól, hogy korábbi publikációkban szerepele már a kép, és így lehet például utána nézni, hogy milyen képaláírás van hozzá, esetleg ismert személyeket feltüntetett az illető, akár a szövegben, akár a képaláírásban, ami alapján ezt a fotót esetleg tovább lehet még hasznosítani. Mennyire fontos a dokumentálás, innen nagyon, látszik. Nagyon fontos. Látszólag, nagyon. Amikor megteszi az ember, nem érti, hogy miért, de aztán majd 100 év múlva a történész meg fogja mondani, hogy de jól tettük, ha ezt megtettük. Továbbra is ünnepségről lesz szó a következő képen is. Szintén a CISZER Diák Szövetségnek az országos találkozójához kapcsolódik ez a fénykép. Egy egész sorozat készült ebből, én most kettőt hoztam összesen. Ez egy díszebéd, 1938, ugyanaz a nap igazából. Nagyon jól látszanak a nappali fények, ugye? Tehát teljesen egyértelmű, hogy nem egy díszvacsoráról van szó, hanem egy díszebédről. Ugye látjuk, hogy a napfény ugye jön be az ablakokon. És hát ugye központi személyek, azok nagyjából a képnek a közepén találhatók meg. A Diákszövetség vezetősége, országos méltóságok lehetne sorolni. Néhány pincér is ott mosolyog a háttérben, tehát ők is örülnek, hogy rákerültek erre a fotóra. És hát a háttérben meglátjuk, hogy milyen sokan vettek részt ezen az eseményen, és megint csak a résztvevőknek a töredéke került rá erre a fényképre. Ha valaki kíváncsi erre a fotósorozatra, az interneten rákeresve megnézheti, és ott láthatja, hogy milyen népes esemény volt ez tulajdonképpen. Tehát egy Diák Szövetségnek az országos találkozója azért ez nem akármi, tehát nem 30-an voltak nyilván. Jól látom, hogy csak férfiak? Nem jól látom most, egy-két mert egy hölgyet látom, van, de elsősorban férfiak. Azért a fotón, ugye hát a Diák Szövetség révén különböző országos és helyi méltóságoknak a feleségei kerültek rá ezekre a képekre. Ugye a Ciszter gimnáziumot azért fiatal emberek látogatták, hiszen Leány gimnáziuma volt a városnak másik, és hát oda jártak tulajdonképpen a hölgyek, úgyhogy a Ciszter gimnázium az nagyon sokáig, egészen addig, amíg József nem lett belőle, sőt, még talán utána is egy jó darabig, ez egy fiú gimnázium volt alapvetően, és hát itt feleségekről van szó, illetve zászlóanyákról, akik ugye a zászló avatás idején ugye ezt a méltóságot viselték, hiszen itt mindenképpen szükség volt egy úgynevezett zászlóanyára, aki ugye a megfelelő szalagot időnként rátűzte ugye erre a zászlóra különböző megemlékezések kapcsán. És akkor nézzük meg a hátoldalát ennek a fotónak is. Gyakorlatilag más típusú információ nem derül ki belőle, mint az előzőből. Ez megint csak annak a hangsúlyozása, hogy a múzeumokban, vagy bármilyen közgyűjteményben azért a kutató mellett az adattárosnak van egy nagyon fontos munkája. Ő az, aki például ezeket a hátlapokat megőrzi, amelyeket aztán a kutatók természetesen tudnak hasznosítani. Úgyhogy innen is köszönet az adattárosoknak természetesen. Megyünk tovább, és nem feltétlen egy fotó, hanem egy gyászjelentés, amelyet magáról a fotósról állítottak ki? Hát most előbb megmutatunk még egy fotót. És ugyan már elmondtam korábban, hogy itt ugye történt közben egy gyászos esemény, de érdemes megmutatnunk ezt a fényképet. 1939-ben készült ugyanis ez a kép, ráadásul augusztus 15-én. Ez a magyar királyi Szent István harmadik gyalogezrednek a zászló szentelő ünnepsége. Ugye maga a gyalogezred az már jóval korábban létrejött, a trianoni békekötés után nem sokkal. A 17-es gyalogezrednek, illetve a 69-es ezrednek a maradékaiból hozták létre, és ugye ez volt az az ezred, amit aztán a Don mellé kivezényeltek, ami ugye a Doni áttörésnél is helyt állt, és amelynek az utolsó katonáját ugye a tavalyi évben temettük el, ifjús Mohai Ferencet, akiről sokszor megemlékeztünk már ebben az adásban. Tehát 1939. augusztus 15-e, ugye Szent István király halálának az évfordulója, és hát ugye az ezred nap tulajdonképpen. És ugye azért érdekes ez a kép, most megmutatjuk akkor a hátoldalát is, ugyanis Hege Károlynak a neve az feltüntetésre került a hátlapon, nem ennek a fotónak a hátlapján, egy másiknak a hátlapján,
Hege Károly műterme, mint olyan, az szerepel rajta, Bank utca 6-os cím, hozzátartozó telefonszámmal szintén, viszont Hege Károly ekkor már nem élt. És ez a gyász jelentéséből a következő fotóról látható, hogy ő januárban életét vesztette, tehát az év elején ebben a már említett motorbalesetben, 1939-ben, tehát ezt már a felesége vezetése alatt álló műterem készítette, tehát ettől a műteremtől rendelte meg a város, és így készült el Hege Károly neve alatt. Megint csak ismételni tudom magam, ugye Pete Gyula neve alatt is jelentek meg így fényképek, és hát mások kapcsán is tudunk beszámolni olyanról, hogy a nevüket még ugye továbbra is használták, hiszen vitték tovább ezt a nevet, és hát ezzel tulajdonképpen ugye a következő generációra sikerült áthagyományozni magát az üzletet is. Mindez igazolandó, a gyászjelentést tudjuk megmutatni még, hogyha a kollégáink segítenek. Itt láthatjuk, itt és ugye a Hege Károly neve alatt, illetve a kiterjedt rokonságnak a felsorolása után ugye azt is látjuk, hogy fényképészmesterről van szó, és hát bizony itt a különböző dátumokat, és ugye ott látjuk a végén magát a gyászjelentés kiállításának a dátumát, tehát ebből is tudjuk, hogy Hege Károly már nem élt akkor, amikor ez az augusztus közepi fénykép készült. De senki ne higgye, hogy nem mutatunk még Hege Károlyhoz köthető képeket, hiszen a következő is az ő nevével. Igen, ezeket pedig azért hoztam ide, mert ezek pedig épületeket mutatnak be. Az egyik az még az ő életében készült, a másik pedig már a halála után egy évvel, de még mindig az ő neve alatt. 1936, ekkor még állt a Szigeti testvéreknek a vegyes kereskedése. Ugye erre szokták azt mondani, hogy fűszerliszt, mag, kávé és nagyon sok minden. Tehát egy szatócsbolt volt, de áruháznak nevezték, hiszen meglehetősen nagy volt, ugye a méreteiben is láthatjuk. Ez állt valamikor az úgynevezett Zicsi palotának a folytatásában, és ugye ezt az épületet megkerülve lehetett a bazilika mellett fölmenni a lépcsőn az Arany János utca felé, illetve másik irányból ezen a lépcsőn lehetett lejönni az 1938-ban létrehozott Hősök terére, ami ugye úgy alakult ki, hogy ezt az épületet teljes egészében elbontották, és így ugye az Zicsi palotáig terjedt a Kossuth utcának az a szakasza, és el tudták helyezni ugye 38-ban az első világháborús emlékmű elé az úgynevezett fekvő katonának, vagy ismeretlen katonának a szobrát, amit aztán a későbbiekben eltávolítottak, és ugye már említettem, hogy 1988-ban került vissza, a rendszerváltás időszakában, de még ugye a népköztársasági időszakban. Tehát ezt érdemes ilyenkor kihangsúlyozni, hogy Szűrös Mátyásnak az erkélyre lépéséig még eltelt több mint egy év az ismeretlen katona szobra, abban a beazonosítható a második világháborús mintázatú sisakban, az visszakerült 88-ban, tehát azért itt történtek események Fehérváron, akkor amikor már Pesten még gumibotoztak a rendőrök, tehát ezt megint csak érdemes ilyenkor hozzátenni. De visszakanyarodva, tehát 38-ra elbontják ezt a házat, és ugye Hege Károlynak még van szerencséje lefotózni teljes pompájában, tehát akkor még javában működött ez az üzlet, még... És nem is úgy tűnik, mintha olyan nagy baja lenne az épületnek. A bontás az már szóba került ugyan, természetesen, tehát ezt már tervezték, ugye Kocsis Iván, Molnár Tibor, Schmidt Ferenc, Göde Ferenc, akit nem nagyon szoktunk emlegetni, de néha azért megemlítjük. Létre kellett hozni egy nagy reprezentatív teret, ugye a 30-as években járunk, amikor Fehérváron már felállították a legfontosabb emlékműveket, hát a Szent István lovas szobor még készül, a Pálcai féle 10-es huszárok szobra az még tervben van, a Vatai Ferencnek a szobra szintén készül, de a 30-as éveknek az időszaka ugye az, amikor a nagy reprezentatív terek például a belvárosban kialakulnak, és ugye ennek esik idézőjelben áldozatául, ha jól megnézzük a képet, kicsit elnosztalgiázgatunk rajta, elmerengünk, akkor mondhatjuk, hogy kár érte, mert tényleg igen, nagyon szép volt. De hát kellett ez a bontás ahhoz, hogy ez a tér létrejöhessen. De micsoda luxus volt ez annak idején, egy ilyen abszolút jó állapotú épületet egy térkedvéért lebontani, de hát ez a kor hozhatott ilyet is magával. Meg volt igazából a térszervezésnek a gondolatmenete, meg a gondolatisága. Tehát az Eisenbart házért is kár, én azt gondolom, aminek a helyén aztán a Romkert mauzóleuma létrejön,
és aminek az udvarán az óriási tiszafa állt, ami ma is megvan, ugye a Várkörút felől, és kár a Schlamadinger házért például, ami a fő utca, Ady Endre utca sarkán állt, bár azt ugye egy bombázás érte, azért kellett lebontani, aminek a helyén most ugye részben a Mátyás emlékmű van. Ugyanígy kár a Bierbauer házért is, amit ugye szintén le kellett bontani azért, hogy a Városháza tömbjét egybe lehessen építeni. Na de hát valamit valamiért. És hál' Istennek azért fényképeken ezeket még láthatjuk. És akkor itt az a kép, amit már említettél, hogy egy évvel Hege Károly halála után készült, és mégis Hege Károly nevét 1940-ben került sor a bíróság, vagy ahogy akkoriban nevezték, törvényház épületének az első nagyobb renoválására. Ugye 1901-1902-ben megépül, és hát aztán alig telik el 40 év, és hát már el kell kezdeni a helyreállítását. Nem azért, mert itt a smog, meg az egyebek érik, meg a hatalmas nagy kamionforgalom és minden egyéb, hiszen erről még szó sincsen ekkor. De hát azért láthatjuk, hogy egy hatalmas nagy épülettömbről van szó, amit bizony időről időre fel kell újítani. Ráadásul egy reprezentatív épület, ami ugye térfalával egyrészt lezárja a belvárost, másrészt ugye megnyitja a felsővárost és a vízivárost, az itteniek számára. Tehát ez egy mindenképpen egy olyan belváros lezáró épület, amit rendszeresen karban kell tartani. És korabeli állványozást láthatunk 1940-ből, bizony azért ez kemény mérnöki munka. Hát bizony, bizony. Illetve ha már állványozásnál tartunk, jóval későbbi, de például az akkori Szabadság téren, a mai Egyházmegyei Múzeum épületén egy szál kötéllen lógó bádogosokat is láthatunk, majd fogunk olyat mutatni a 60-as évekből. Tehát azért különböző munkákhoz különböző biztosító berendezéseket, meg különböző építményeket alkalmaztak, ott elég volt az egy szál kötél, itt kellett a teljes állványzat, mert ez egy teljes renoválás volt. Menjünk tovább a képek között, hatalmasat ugrunk az időben a következő kép bemutatásával. Igen, ennek az az érdekessége, hogy ugye Hege Károlynak a nevét láthatjuk a portál fölött, a bejárat fölött, és ugye a fotó felirata szintén látszik, meg egy fényképésznek az alakja. A fényképész, tehát ez egy szimbolikus alak, ez nem Hege Károly, bárki lehet. 1970-ben készült ez a színes kép. A Hege családnak ma is működik itt egy üzlete, ennél többet nem mondunk róla, mivel ma is működő üzletről van szó, nyilván reklámot nem csinálunk neki, ma már nem fotó alapvetően. A Hege fotó felirat egyébként még látható, teljesen más formában, mint akkoriban, és a fényképésznek az alakja is lekerült már onnan. És az az érdekessége ennek, hogy ugye 1939-ben elhunyt Hege Károly, és akkor még a Bank utcában működött az ő műterme. Tehát Hege Károlynak a műterme, ugye ez az akkori Csók István utca, mai Megyeház utca 16-os számról van szó, soha nem működött ebben az épületben. De a Hege fotós műhely, meg műterem, mint olyan, ez ugye egy idő után átkerült ebbe az épületbe, és hát mivel Hege Károly indította a vállalkozást, és hozta létre az első Hege műtermet a családban, ezért természetesen az ő tiszteletére ugye ide került ez a felirat. Hogy az eredeti üzletportál fölött ez szerepelte, én ezt nem tudom megmondani, és onnan hozták át, vagy pedig már jóval később tehát készült. Gyakorlatilag az üzlet neve lett a de Hege hát Károly, elneveztek róla egy üzletet. Az üzlet neve, aztán később már a Hege fotó is elég volt mindenkinek, amikor már a fia Hege Róbert vitte ugye az üzletet, illetve ekkoriban még ugye ő vitte. Itt a szomszédra fölhívnám a figyelmet, hogy ugye 70-es években voltak bontások, megépítkezések a belvárosban. Tehát itt látjuk, hogy pont egy ilyen bontásra, építésre kerül sor. A következő kép az fekete-fehér, 1972-ből származik, és itt közelebbről látjuk egyébként ugyanezt a feliratot. Kicsit máladozik a vakolat, de még őrzi. És ez a betűtípus mennyire jellemző volt más üzleteken is akkoriban? Nem volt annyira sokszínű igen, az ilyen igen, felirat. Igen. De én azt gondolom, hogy sokkal nyugodtabb volt egyébként. Nem voltak annyira harsányak például a feliratok, mint manapság. És hát ez talán jó volt, hiszen egy sima feliratból is tudta mindenki, hogy hova kell menni fotózni. Nem kellett a hatalmas nagy fényreklám és a LED csík. Elég volt ez is. A következő képpel egy temetőbe látogatunk ki? A Hege család síremlékét látjuk most. Erről nagyobb képet nem hoztam, de ha valaki kimegy a hosszú temetőbe, akkor a temetőkápolna szomszédságában
találhatja ezt a síremléket. Itt nyugszik többek között Hege Károly is, illetve itt nyugszik az ő fia Hege Róbert, akit már többször említettünk, illetve a következő generációból Hege Attila, aki már azt a másik vállalkozást alapította, amiről röviden ennyit. És hát természetesen, ahogy ígértem, Hege Róbertről, mint fényképészről még azért lesz szó. Viszont most áttérünk egy másik Hegére, Hege Lászlóra nevezetesen, és az ő fotóit is fogjuk majd mutatni, de azért érdemes róla is beszélni néhány szót. Ugye Hege László 1912-ben született Székesfehérváron, Hege Károlynak volt egyébként a testvére, és az ő műtermében kezdett el tanoncként dolgozni, és ott tanulta ki a szakmát igazából. Hát családon belül lehet a legjobban ugye ezeket a szakmákat megtanulni. Erre láttunk és láthatunk ma is egyébként számos példát. És aztán innen önállósodott, 1934-ben szerezte meg az iparigazolványát, majd Bécsben tanult különböző szalonokban, műtermekben, és aztán úgy tért vissza Székesfehérvárra 1937-ben, amikor jeles eredménnyel tett vizsgát. Művészeti, illetve fényképészeti technikából, optikából, reprodukálási művészetből és tulajdonképpen az egész fotós szakmából. Hát ebből a felsorolásból is látszik, hogy mi mindenhez kellett értenie annak idején egy fényképésznek. Ugye ma már ezeket úgynevezett OKE, és tudom, hogy ez már kifutott, OKE-s tanfolyamokon is ugye oktatják, de hát teljesen más a technológia, azt azért tegyük hozzá. Igen, ma már egy számítógépen nagyon sok utómunkálatot lehet végezni, és hát főleg itt zajlik ma már a munka a számítógépeken, meg digitálisan. Akkoriban ez nagyon sok technológiai és minden egyéb tudást igényelt. Tehát, hogy ugye Inkei Tibor kapcsán is például retusálásról beszéltünk, hogy voltak olyan kisasszonyok, akik kifejezetten csak retusálással foglalkoztak, és azért vette fel őket a mester, hogy ugye ezeket az ecseteket megfelelően kezeljék, mert nekik volt olyan finom kezük, kézmozdulatuk, szép érzékük, amihez nem biztos, hogy a segéd meg a tanonc urak értettek, de ők látták meg a legapróbb hibákat is. Hát itt gyakorlatilag minden egyes mozdulathoz értenie kellett ekkor még egy fotósnak. Egyébként Hege László nagyságrendileg a testvérével, Hege Károllyal egy időben alkotott? Igen, illetve mivel Hege Károly ugye elhunyt 1939-ben, természetesen a Hege műterem az innentől kezdve ugye két irányba ágazott el, hiszen Hege László maga is a saját jogán egyrészt műtermet üzemeltetett, másrészt pedig lett belőle annyira kiváló fotós, hogy ki is tudott válni igazából ebből a cégből. És aztán például 1938-as kiadványban már az ő fényképeit közölték, Gömbös és Hóman miniszterek látogatásakor, ez már egy jóval korábbi történet, hiszen Gömbös Gyula 1936-ban elhunyt, ráadásul miniszterelnökként, tehát ez a 30-as évek elejére tehető, és aztán a Vörösmarty tér 12-es szám alatt alapította meg a saját műtermét, majd 1945-ben átmenetileg átköltözött a Várkörútra, és 1952-ben szintén már a Vörösmarty térre visszaköltözve lépett be a szövetkezőbe, és lett egyik alapító tagja, egyébként az unokaöccsével, Hege Róberttel, és még sok más kiváló fényképésszel együtt. Annyi időnk van, hogy azért az első képeket megmutassuk Hege László esetében is. Kneifel Ferencet fogjuk látni először. Kneifel családról már nagyon sokszor beszéltünk, meg még biztosan fogunk is. 1925-ben készült Kneifel Ferencről ez a kép, aminek a hátlapját szintén meg tudjuk mutatni. Ugye ezen látható Hege László bélyegzője, fotó Hege László, Székesfehérvár, Vörösmarty tér 12-es szám, és ugye Kneifel Ferencnek a neve. Tehát ennyi információ maradt meg igazából erről a képről. És aztán még Vida Pál fotója. Vida Pál fényképét már mutattuk korábban, egy jóval korábbi időszakból, ha jól emlékszem, már nem vagyok benne biztos, de talán 20-as évek elejéről, tehát itt eltelt körülbelül 15 év a két fénykép készülte között, ez 1936-ban készült, Hege László készítette a fényképet, a hátlapján látható az, hogy nyugalmazott számtanácsos, tehát ő hivatalnok ember volt, de ugye ne felejtsük el, hogy őt elsősorban a Fehérvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek az egyik alapítójaként szoktuk emlegetni, Havranek József
városkapitány, polgármester mellett, aki ugye első parancsnoka is volt már, mint Vida Pál ennek a tűzoltó egyesületnek, és ugye nagyon sokáig élt, 1944-ben hunyt el, és több mint 90 évet megélt, és az ő tiszteletére nevezték el Vida Pál térnek azt a kis háromszögletű teret. Hát ma már sajnos úgy kell mondanunk, hogy az egykori Alba Régia szálló és az egykori Fehérvár áruház között a tűzoltó laktanyai épülete előtti területről van szó, ahol az emléktáblája is egyébként megtalálható. Talán segít, hogyha úgy mondjuk, hogy a Kérlő György utca és a Távérda utca így találkozásánál. Van, így van, a kettőnek a találkozásában van egy kis háromszögletű tér. Ki így fogja megtalálni, ki úgy, és így már talán mindenki tudja, hogy melyikről is van szó. És a mai napon ezzel a képpel búcsúzunk is, természetesen azzal, hogy folytatás jön, mert hogy van még, ígértük is már a műsor elején, hogy nagyon sok kép van, érdemes lesz figyelni bennünket, hiszen két hét múlva újra itt vagyunk a Városrészek titkaival. Váci Márknak nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok munkát a mai napon is. A nézők felé még annyit elmondok újra, hogy várjuk a hozzászólásokat, várjuk az információkat a bemutatott képekről, hogyha többet tudnak, mint amit mi el tudtunk mondani, illetve ha van hasonló képük, azt is szívesen fogadjuk egy fényképezés erejéig, hogy meg tudjuk mutatni a nézőknek. Szerkesszük együtt a következő műsort is. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.